A múlt héten szombaton a hollandiai Busszon városában a Gyermekek Szükségben Alapítvány partnert szervezett megpakolt egy kamiont. A kamion körülbelül 8-10 tonna segélyszállítmány tartalmaz, és az elmúlt hónapok gyakorlatával szemben ez a szállítmány most nem az ukrán-orosz konfliktus károsultjainak érkezett, hanem a magyarországi támogatottak számára, mondta el televíziónknak Fodor Gusztáv lelkész. Hiszen számunkra nagyon fontos az, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szegényeket, rászorultakat, intézményeket, fogyatékkal élők intézményét, kórházokat tudjuk támogatni. Ebben a szállítmányban érkeztek konyhai jellegű dolgok, konyhai pultok, ebben a szállítmányban érkeztek használt ruhák, cipők, és minden gyakorlatilag, ami egy holland háztartásban szerepel, azok ezek a dolgok, ezek a tárgyak segélyként el lettek küldve be a kamionba, és érkeztek kórházi ágyak is, és valószínű, hogy ezek a kórházi ágyak a Tisza Szent Imre és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei idősek otthonában lesznek szétosztva. Valószínű, hogy a Kátai Gábor kórház is fog a előttünk álló héten kapni ezekből az orvosi típusú segélyszállítmányokból. A szállítmánynak az összértéke, ha jól gondolom, nagyjából egy ilyen 8-10 millió forint. Fótosné Ceglédi Zsuzsa, Tiszaders polgármestere, a református parókia udvarán nézte át a nagyértékű kamion szállítmányt. Ugye a tiszatavi keresztény polgári kör és lelkész úr, Fodor Gusztáv lelkész úrnak a segítségével, szervezésével nekünk ez mindig nagy öröm. Itt sok-sok szorgos kéz, önkéntesek, dolgozók szinte egy 3 óra hossza alatt lepakolták a kamiont. Mi ennek mindig nagyon örülünk, úgyis, mint polgári körösök is, de úgyis örülök, mint polgármester, hiszen a település is nagyon sokszor szokott adományba részesülni. A mai napon például az idősek otthonába fogunk vinni majd ebből a szállítmányból asztalokat. De nagyon sokat kaptak már az óvodások, iskolások, egy 2-3 héttel ezelőtt élelmiszercsomagot kapott Tiszaders minden lakóingatlan a családja, úgyhogy mindig kapunk valami nagy dolgot, amivel segíthetjük az itt élőket. Fodor Gusztáv lelkész úgy tájékoztatta televíziónkat, hogy újabb kamionnyi adomány vár még Hollandiában, hogy eljusson a rászoruló szervezetekhez, családokhoz.